át fogjuk fotózni a stúdióban. Bemutatom, hogy nagyjából hogy néz ki egy ilyen reggeli készülődés. Lássuk neki, örülök, hogy ma is velem tartotok. Remélem tetszeni fog a kis videó nektek. Elkészültem, kicsit rendbeszedtem magam, valamint elindulunk, mert itt az idő. Elindítjuk az autót, bepakolunk és nyomás Lilláért. Valamint segíteni fog nekem Szabó Bogi. Ő fog a kamera mögött állni és ő fog a fotózás közben videót készíteni. Úgyhogy jó szórakozást! Megérkeztünk a stúdióhoz, itt vagyunk a lányokkal, úgyhogy remélem tetszeni fog a kis videó, amit összerakok nektek, majd próbálok, igyekezek több mindent bemutatni, úgyhogy, jó szórakozást! Bogival, ő lesz az operatőr, várom már a mai videózás. Aha, nagyon. Na, tehát most elment Lilát öltözni, csak egy kicsit beszélek róla, hogy hogy állítottam be az értékeket. Az ISO-t az 200-ra állítom ilyenkor, a blender az 8 általában, hogy tényleg tudja éles legyen minden, és a záridő az pedig 200-ra tettem, valamint a vakukat mindig úgy állítom, ahogy, hogy épp szeretnénk egy árnyékot kihozni, mert például most Lilának hoztunk ki egy árnyékot az egyik oldalára, ezért tettünk egy ilyen mélységrácsot a jobb oldali vakura, annak nagyobb is a felülete, úgyhogy eleve egy kis árnyékosabb fény szór a Lilára. Ezen semmi extra nincs, itt egy sima vaku villan, úgyhogy majd most a későbbiekben lesz majd egy bajára egy kis csillanás, úgyhogy when I sit back and imagine life without you, I can't fathom how I ever thought I'd make it on my own. And there's at least a million reasons I'm still standing here believing you're my comfort, you're my healing. This I know, this I know. You can't see the wind, but it moves the leaves from the bottom to the top of the tallest trees. You are everything they'll ever need, and they can't take that from me. Hey. Oh. You ripped me, you ripped me. Love came crying.
crashing in. Never gonna be the same again. Yeah, you came crashing in, you wrecked me. Végeztünk a fotózással, nagyon-nagyon jól sikerült, picit több mint egy óra volt, kicsit el is csúsztunk. Hoppá, szép az út. Végére jött össze igazából, végére hangolottunk össze, úgyhogy ezt mindenképp tanácsolom minden fotósnak, hogy ha valakit elvisz fotózni és teljesen idegenek, akkor mindenképp érdemes előtte találkozni, akár egy kávézóba, vagy eleve két órára bérelni a stúdiót. De szuper volt, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!